Sok hírességgel találkozhatott a közönség a Filharmónia bérlet sorozat nyitó estjén. Az ország egyik első számú zenekara játszott az élő klasszikus Kovács János vezényletével, a fiatal tehetséges szólistával Berecz Mihállyal. A Junior Prima díjas zongora művész számos hazai és nemzetközi verseny győztese. Tanulmányait Londonban végezte, a zenekritikusok felsőfokon nyilatkoznak felszabadult és energikus játékáról. Ravel G-dur zongora versenyét már 10 évvel ezelőtt is eljátszotta a művész, aki szeretettel idézte fel az emlékezetes hangversenyt. Egyik kedvenc zeneszerzőm amúgy is, de azt hiszem eleve, amit fiatalon megtanulunk nekünk, zongoristáknak, az valahogy sokkal jobban a DNS-ünkbe beleég. Úgyhogy nekem ez a zongora verseny is a sok régi emlékkel, élménnyel, ráadásul Kocsis Zoltánnal külön is foglalkozhattam ezzel a zongora versenyen, a két zongorán is, úgyhogy ő játszotta a zenekari szólamot. És először a zuglói zenekarra játszottuk, és akkor volt rá 4 vagy 5 próba, amikor rengeteget lehetett tőle tanulni, és hát vele a felvételt is sokat hallgattam. Meg eleve az egész zongora versenynek olyan különös világa van, ami egyből az első ostor csattanás, egy ilyen hangszer indítja, úgy hívják, hogy ostor, két falapot ütnek össze, egyből beszippantja az embert ebbe a különös tündérvilágba. A fiatal zongorista édesapja Berecz András, Kossuth díjas mesemondó, énekes. Fia a családból hozta a zene szeretetét, és mai napig nagy hatással van rá a népzene is. Népzene nagyon közel áll hozzám, hiszen ez népzenén nőttem föl. Édesapám népdalénekes, mesemondó, édesanyám néptáncos, bátyám néptáncos, és ez mai napig a legszebb emlékeim, és úgy gondolom, hogy ez a zongorajátékomban is, remélem, hogy valahol benne van a hangjegyek mögött. A műsorban Ravel műve mellett Debussy a tenger című szimfonikus költeménye, valamint Bartók koncertója hangzott el. A bérlet következő koncertjén Szentpáli Roland szerzői estjét hallhatják majd a zenebarátok.